Közel egy éves felderítő munkát követően azonosított és számolt fel a NAV bűnügyi igazgatósága egy vasipari termékek forgalmazására szakosodott bűnszervezetet. Azért, hogy minél nagyobb haszonra tegyenek szert és az áfát többször is levonhassák, illetve visszaigényelhessék, az elkövetők ugyanazt a szállítmányt akár többször is betették a körforgásba. Az eddigi adatok alapján valamivel több mint 3 milliárd forintot csaltak el. Ez a bűnözői csoport hierarchikusan felépülő számlázási láncolatokat hozott létre, minek csúcsán legálisan működő, jelentős gazdasági potenciállal rendelkező vállalkozások álltak, melyek fő profilja a vasiparanyagok, illetve szerszám és munkaképek kereskedelme volt. Az elkövetési magatartás abban nyilvánult meg, hogy az elkövetők a Szlovákiából nettó áron beszerzett vasipari árukat papíron Stroman cégekből álló számlázási láncon átfuttatták, majd belföldi beszerzésként könyvelték le. Ennek az eredményeképpen a beszerzéshez kapcsolódó áfák levonásba helyezhették úgy, hogy ez a Stroman cégek által soha nem került megfizetésre. Ennek eredményeképpen az általuk forgalmazott termékeket mintegy 10-15%-kal a szokásos piaci áron kínálhatták. Ezen árelőnnyel szemben a piac tisztességes szereplői nem voltak versenyképesek, minek okán a bűnszervezet rövid időn belül piacvezetővé vált térségünkben. A bűnszervezet összesen 60 céget használta a csalás sorozat során. Több gazdasági társaság is érintett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de ez kiterjedt az ország egész területére, és mint mondtam, a régióban ez a cégcsoport, illetve gazdasági társaságok piacvezetők voltak, de egyébként országos szinten is komoly potenciállal rendelkeztek. A pénzügyi nyomozók által szervezett akcióban egyébként 40 helyszínen, 5 megyében 180-an vettek részt, adórevizorok, pénzügyőrök, pénzügyi nyomozók és IT szakemberek egyaránt. Az akció napján egyébként a bűnszervezet azonosított vezetőit, irányítóit elfogtuk, 8 személyt gyanúsnak hallgattunk ki, kölcselejtési csalásbüntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Közülük 5 férfi került ülésbevételre, akiknek előzetes letartóztatását a Debreceni járásbíróság elrendelte. Az okozott adóhiány megtérülése érdekében a NAV ingatlanokat, gépjárműveket, készpénzt és bankszámlákat zárolt közel 3 milliárd forint értékben. A folyamatban lévő nyomozásban jelentős segítséget nyújt az EKR rendszer adatainak elemzése, így az elkövetői kör által használt társaságok 2015-ös tevékenysége is könnyen feltérképezhető.